lassanként, habár időn múltával, a kegyelet megemlékezik a múlt idők szép napjairól. Rónán halmon megjelöli a helyet, hol a magyar lelkesedés egykor csodákat művelt, hol a magyar bátorság, a magyar hősiesség napja ragyogott, hol a honszerelmet annyiak vére pecsételte meg. Egy ilyen helyet jelölt meg Nagysallón, Bars megye közönségének hazafias kegyelete azon emlékkővel, melyet Eho 5-én 1876-ban nagy ünnepélyességgel lepleztek le. A 27 év előtt vívott szabadságharc egyik jelentékeny győzelme volt az, melyet a magyar sereg a kétszeres számú ellenség fölött Nagysallónál nyert. Az osztrák sereg a komáromi vár fölmentésére támadólag előre nyomuló magyar haderőt mindenáron igyekezett visszanyomni. A felsővidéki megyékből néhány győzedelmes ütközet után a magyar sereg már a Garam folyóig hatolt, szemben állt vele mintegy 15 mérföldnyi vonalon, a túlszámú osztrák erő zömével Nagysalló városában s környékén. Az összecsapás elkerülhetetlen volt. Az osztrákok a győzelmet a maguk részére bizonyosnak tartották, mert értesülésük szerint a magyar sereg csak két helyen kelhet át a Garamon. A lelkesedés azonban, mint egy varázsütésre, 8 átjáróhidat rögtönzött, s így lehetséges volt a honvédeknek az ellent minden ponton egyszerre teljes erővel megtámadni. Az ütközet kora reggel kezdődött, s délfelé az ellenség oldalt, s nem sokára a hátban is meg volt támadva. A csata leghevesebben folyt bent Nagysalló városában. Míg a magyar tüzérek a várost föl nem gyújtották, az ellen nem hátrált. A kettős tüzet nem bírva kiállani, a közeli Zálogos nevű erdőbe húzódott. Így folyt le a csata végjelenete. A magyar tűzérek úgy irányoztak, hogy az ágyugójok a fák sudarait törik le. Az ellenséget a fejre hulló gajak futásra késztették. Délután 4 órakor a csata véget ért. Eredménye az volt, hogy Komárom vára fölszabadult. Ha a Duna felől jövve tartunk Nagysallóra, midőn a dús termésű garamvölgyet szegélyező magaslatról végig tekintünk a körös körül magas hegyekkel határolt síkságon, a távolban magasra fölnyúló oszlopot pillantunk meg, melyet folyton látunk, míg csak mellette el nem haladunk. Ez a győzelmes csata jelvénye. Az impozáns emlékoszlopot Gerendai Antal készítette, kinek sok hasonló műve közt, ez a legnagyobb és legdíszesebb. Alsó része 8 láb négyszögben, a gula alakú 5-től 4 láb magas oszlop, Mauthausen-i kitűnő gránitból készült, igen csinosan. Tetején bronzból öntött cserkoszorú van. A oszlop a talapzaton kívül 4 darabból áll, és mintegy 600 mázsát nyom. A szállítás a Dunától nagy fáradtsággal járt, s ezt az érsek primás Hunyadi Kálmán gróf Schleidenfrost Kálmán minden díj nélkül eszközölték. Az emlékkő a felállítással együtt 4000 forintba került, mely adakozás útján gyűlt össze. Az alapköve számos szabadságharci pénz s emlékirat van letéve. Az oszlopon a következő aranybetűs fölirat olvasható. Az 1849. április 19-én vívott nagysallói győzelmes csata és az abban elvérzett vitéz honvédek emlékére. Bars megye közönsége. 1876. április 19.
Az oszlopot vaslánc köríti, a sarkokon ágyút jelképez öntött vas szövegekkel, mindegyik tetején ágyugójó, kitörni látszó lánggal. Az emlékkő fölállításában igen sokat buzgókodtak, de a főérdem Fába Zsigmond szolgabíró urat illeti. A leleplezés nagy ünnepséggel folyt le. Hont, Nyitra, Zolyom megyékből sokan voltak jelen az ünnepélyen. Esztergom és Komárom megyék küldöttség által voltak képviselve. Ott volt Bars megye színe java, mindössze 12 000-en. Így folyt le ez a fias ünnepély, mely nem csak a múlt idő győzelmi jelvénye, de egyszer mint a lelkes Bars megye hazafias kegyeletének emléke is.